gyorsaságukat, valamint ruganyosságukat is összemérhették a szénatéri általános iskola tanulói az Arak Aktív Hiper programjának keretén belül. Az atlétikai versenysorozat első idei állomásán szakemberek mérték fel a diákok alapképességeit. Az intézmény már nem először vesz részt a megmérettetésen, az előző években a legruganyosabb és leggyorsabb iskolának járó díjat is sikerült bezsebelni. Lóródiné Lajko Ágnes igazgató elmondta, a szép teljesítményhez nagyba hozzájárult a mindennapos testnevelés. Úgy látjuk, hogy a versenyre való felkészülés és a verseny óriási közösségformáló erővel bír, úgyhogy szülők és gyerekek hatalmas összefogással, fergeteges hangulatban támogatják mindig az iskolát, szurkolnak a gyerekeknek. A programhoz idén összesen 33 iskola csatlakozott. Nem titkolt cél az utánpótlás keresése, illetve hogy a gyermekeket már minél fiatalabb korban elkezdjék nevelni a mozgás fontosságára. Ezt próbáljuk mi megszerettetni, mert az egy dolog, hogy egyszer elmegy egy edzésre egy fiatal gyermek, de hogy ott is tudja tartani, ahhoz azt tényleg fel kell kelteni az érdeklődésüket. Ez egy nagyon jó program, egyrészt ugye mondtam, hogy a mozgás szeretetére nevelés gyanánt, illetve azért is, hogyha a jövőre tekintve mondjuk az Albarégi Atlétikai Klub keresse a nagy tehetségeit, akikkel az akadémián is tovább tudnak majd dolgozni, és professzionális szinten is művelhetik az atlétikát például, tehát ennek van egy ilyen része is. A következő hónapokban tovább folytatódik a tehetséges fiatalok keresése, a legjobb egyéni eredményeket elért tanulók a tavaszi döntőn ismét összemérhetik tudásukat.